this one by Mattingly. Oh, hang on to the roof. Goodbye, home run, Don Mattingly. Swung on and hit in the air to deep right. That ball is high. It is far. It is gone. Bernie goes boom. He hits a three-run home run to right field with two out in the eighth. Yankees take an 8-5 lead. Burn, baby, burn. Swung on a drill deep to right field. There it goes. See ya. Into the upper deck. David Justice with a three-run home run. And the Yankees have come all the way back. They lead 6-4. Get your tokens ready. You might be boarding the subway. Oh, what a big home run for David Justice. The throw misses a cutoff man, shot into the plate, out of the plate! Derek Jeter with one of the most unbelievable plays you will ever see by a shortstop. They're chanting Paul O'Neill's name. Still six outs to go. Sean pops it up. He ran right into the catcher. Oh, what a catch! And what a you see that? Play by Jorge Posada. His bare hand. That was unbelievable. Off the baseball. Figgins backed him off. They got tangled up. Jorge Posada dropped his glove and he made a catch barehanded. I've never seen that before. Swisher skies one into center. Back at the wall. This ball is off the wall. One run scores, it'll be Nunez, Jeter right behind him. And with that, the Yankees have taken the lead. Down 9-0. They lead it in the eighth, 10-9. Judge hits one to center field and deep. Going back, Kiermaier, turning, looking, see ya! A monster home run! Back-to-back home runs by the Baby Bombers in their first big league at bats. Can you believe drive into left center field. Sanchez is watching. This ball's flying. Three-run blast out of Fenway Park. All the way out. Rivera sets and deals. Strike three. Ball game over. Yankees win. And it's perfect because the greatest closer in history now has the most saves in history. First at bat of the game. There's a fly ball deep to left. It's on its way. There it goes. And the Yankees are going to the World Series. Aaron Boone has hit a home run. The Yankees go to the World Series for the 39th time in their remarkable history. Aaron Boone down the left field line. They are waiting for him at home plate. And now he dives into the stone. The Yankees win it 6-5. Ball game over. American League Championship Series over. Yankees win. Yankees win! Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankee Háza podcastjének a 26. adása. A mikrofonnál DS. Mike. És B. Sziasztok. Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit, és mindenfajta előzetes sallang és további sallang nélkül csapjunk is bele a dolgok közepébe. Nagyon jó kis heti témát választottunk egyébként nektek. Mi fog beszélni, mi meghallgatjuk. Így van. Néha hozzászólunk, majd főleg én, aki ugye kifejezetten expert a National League dolgaival kapcsolatban. Ugyanis elkezdünk most ugye egy ilyen kisebb beharangozóst itt, mivel hamarosan kezdődik a szezon, és a következő adásokra megvan már a beosztásunk. Mai napon a National League csapatainak, illetve csoportjainak, divízióinak a beharangozóját fogjátok hallani tőlünk, majd jövő héten természetesen az American League-et vesszük számba, és ugyanúgy beharangozó lesz majd. Utána pedig március 28-án, vagy legalábbis azon a hétvégén a New York Yankees-zel fogunk foglalkozni, ott egy kicsit valószínűleg bővebben a többi csapathoz képest. És a szezon kezdet után pedig ugye elindul a fantasy baseball is, ami azt jelenti, hogy Mike és B is érdekelt lesznek majd, és akkor a fantasy baseballról fogunk majd egy ilyen kisebb
hát a történetéről egy ilyen történeti eltekintést csinálni majd nektek. Reméljük, hogy tetszeni fog, de ez még 3 hét múlva lesz esedékes. Ma a National League beharangozója lesz majd terítékem. Jó is, hogy mondtad a fantasy-t, mert majd ezt így jó lesz. Akár élőben is tudjuk, idézőjelben élőben, tehát podcastben is tudjuk közvetíteni majd a draftot, hiszen pont olyan időtájt lesz. Azt majd még igen meglátjuk, hogy hogy lesz pontosan. Nyilván nem, de ezt majd így, igen. Hogyha úgy alakul, akkor mindegy, egy összegzés arról is biztos, hogy lesz majd nektek, vagyis a részletekről. Sőt, hát szerintem a legizgalmasabb pontja egy ideig az biztos, hogy mindenkinek a draft lesz. A csapat a kialakítása, aztán majd később, amikor playoff közeleg meg a vége, akkor talán megint addig ilyen kis beszámoló jelleggel majd készülünk. Az eddigi tapasztalataim alapján a playoffra már nekem túl sok izgalmam nem lesz. Igen, nekem is NFL-be sikerült egyszer eljutni a döntőig, de hát akkor minden nap szerintem egy órát legalább rá szántam. Hát ezt most nem érzem reálisnak, ezt a célkitűzést, én minden nap egy órát rá tudnék szentelni, hát meglátjuk. Hogy lesz amúgy, napi vagy heti beállításos lesz, azt tudjátok már? Napi. Napi lesz. Uh-huh. Ja. No, hát akkor odáig is el fogunk jutni, én majd szépen bólogatok itt a mikrofon mögött, és mindenkivel nagyon egyet fogok mindenben érteni, úgy érzem. Majd fogod a fejet, hogy kiket igazoltunk. Hát amennyire én ismerem a ligát, a Yankees-en meg mondjuk az AL East-en kívül, nem. Tehát nem fogom fogni a fejem, mert a nagy... Akkor se, hogyha egy veterán kártyával kihúzom Big Papit. Hát, hogyha őt kihúzod, akkor meg is érdemled konkrétan. Emlékszem, Robi csinálta azt annó az egyik első ilyen fantasy tech-nél, nem B, akkor abban még szerintem csak te voltál benne. Hogy Jeter már visszavonult akkor, vagy sérült volt? Már akkor visszavonult előtte évben. És akkor még lehetett őt választani, és akkor így betette, vagy kiválasztotta a Jeter-t, csak azért, hogy a kispadra tegye. Igen, Joci ellen. Joci ellen volt az első héten. Sírtam rajta. Igen, hát igen, hát Robi nem tagadta meg az ős ilyen kis drukker mi voltát, tehát ahogy kell, egy ilyen kis legend, egy visszavonult ilyen kis legendát padosztatott. Igen, volt egy jó játékos is a csapatában. Shots fired. No, és akkor nézzük a hét eseményeit, kezdve ugye a szokásos módon a Yankeesnek a tavaszi edzőtábor meccseivel, lévén ugye most is játszott majdnem minden nap a csapat, és most is játszik egyébként, erre is majd a végén ki fogunk térni, úgy, mint a múlt héten. Hétfőn pihenő nappal kezdtünk, hogy aztán 2-től belecsapjunk a lecsóba. Így van, aznap játszottunk a Tigers-szel, hát 5-6 lett a vége a Detroitnak, David Garcia kezdett, 3 inninget kapott, 5 találatot adott föl, illetve, bocsánat, 2 találatot adott föl, és 5 K-t osztott ki. Utána viszont Cesarról, majd később Luis Garciáról is hozott 3-3 pontot a Tigers. Nick Nelson ismét 2 sima inninget hozott leütésben, J. Bruce külső védőnk 2 pontos homárt ragasztott föl, és Sanchez is ütött egy szóló homránt, úgyhogy ennyi pozitívum azért volt, hogy ébredeznek a srácok. Igen, Bruce Sanchez... hát mindenképpen. Bruce az mindenképpen, Sanchez-nek meg ugye most már. Sanchez ráfér. Ezt is elpusztította ezt a labdát, amúgy imádtam. Igen. Bruce, amit művel? Az se. Nagyon-nagyon erősen dolgozik azon, hogy benn maradjon a csapatban. Ez továbbra is elmondható, hogy ő mindent megtesz. Meg hát nekem Davey egyébként egyelőre nagyon pozitív, tehát nyilván ez még mindig kevés példa, úgymond, amit látunk tőle, vagy nagyon kis sample size, de eddig nagyon-nagyon pozitív az ő tavasza szerintem. Abszolút, abszolút. Igen, és a Nick Nelson is, én őt is kiemelném, mert szerintem ő sem engedett még pontot ezen a tavaszon, és mindig, hát talán egyszer volt, hogy 1 inninget dobott, de mindig 2-t vállal, és nagyon jól megy neki. Fényes jövő előtt állunk. Bocsi, csak kerestem a szavakat. Hát szükséges. Pont ezt akartam mondani, igen, hogy ennek nem sokára majd taglaljuk a jelentőségét, hogy miért lehet fontos egy Nick Nelson. Konkrétan. No de, aztán szerdán a Pirates ellen játszottunk, és hasonló eredmény született, csak mi nyertünk 6-5-re. Ugye egész kényelmes 5 pontos előnyt alakítottunk ki, de ezt aztán leadtuk a 6. inningben, egyenlített a Pirates, hát aztán végül sikerült győzelmet aratni.
Domingo Germán kezdett a dombon, és megint nagyon jó startot hozott ő is. Szintén 3 inninget vállalt, és ő csak 1 bázisütést adott fel, de kiosztott 3 strikeoutot is. És aztán Germán után Aroldis Chapman és OD is lehoztak egy-egy sima nullás játékrészt. Hát aztán végül Justin Wilson volt az, aki a 6. beleszaladt a késbe. Eléggé megcsapták, Grand Slamet is vágtak róla, tehát mind az 5 pontot az ő nevéhez írtuk föl, hát írták föl. Aztán még akit kiemelnék, az Mike King, aki a meccs végén 2 sima játékrészt lehozott. Ez is egy pozitívum. Mindenki olyan akar lenni, mint Mike. És hát ütésben a legjobb jel talán az, hogy Giancarlo Stanton vágott egy 3 pontos homeránt, de Gleyber Torres is jelentkezett egy szóló hazafutással, és még akiket érdemes kiemelni, az az, hogy Gardner is 2 base hittel zárt, valamint Judge is 2-vel, úgyhogy a kezdők, vagy a majdnem kezdő játékosok elég jó napot fogtak ki szerdán. Igen, Stantonnak ez a home run-ja nem volt semmi amúgy, amikor ilyen, imádom ezt, amikor olyan, mintha ilyen személyes sértésnek venné azt, hogy felé dobnak egy labdát, és így izomból megsemmisíti konkrétan, és így most is van olyan lézert ütött, valami nem is most 115-ös mérföldes exit velója volt a labdának. De neki néha olyan, mintha csak így karból rengetne rám. Igen, az a legszebb benne. Igen, tehát, hogy így tényleg elereszti a karját, és így ennyi, tehát, és a labda az meg így sikít konkrétan. Aztán összecsaptunk, volt edzőnk Joe Girardi jelenlegi csapatával, a Philadelphia Phillies-zel. Ugye hát ott volt törleszteni valónk még a múltkori 15-0 után. Hát most fordított eredmény lett, de hát ha nem is ennyire durván, de simán nyertünk 6-1-re. Annyiból talán várható volt, legalábbis az elején, hogy jók leszünk, hogy Gerrit Cole kezdett. Ő 3 inninget hozott le, egyetlen 1 pontot tudtak szerezni róla, és 3 találatot adott fel. Mindemellett kiosztott 5 strikeoutot. Szintén pozitív eddig nagyon a tavasz során Joey Lasagna, ugye Loaisiga, aki 3 inning alatt nem engedett sem találatot, sem sétát, viszont egy strikeoutot összehozott, és nekem eddig ő is nagyon, tényleg nagyon jól néz ki így a tavasszal. Ütésben pedig ugye hát Aaron Hicks volt, aki nagyon jó napot fogott ki, 2 találatot is szerzett, amiből az egyik egy solo home run volt, összesen 2 RBI-t szerzett a mérkőzés során, Gittens 2-ből 2-vel, 1 pont szerzéssel és 1 RBI-jal, valamint Velázquez 3-ból 2-vel, 2 runnal és 1 RBI-jal is letették azért a névjegyüket erre a meccsre. Aztán játszottunk ismét a Tigers ellen, ezúttal 4-2-re nyertünk, és közben a Worden be akarja magát zárni. Tájó megint remek volt, 2,2 inninget dobott, ez alatt 2 ütést adott föl, 3 sétát hozott össze, illetve 4 K-t osztott ki, és a bullpen is nagyjából állta a sarat, Rob Brantley vágott 2 pontos homért, valamint Gardner és Wade hoztak be még 1-1 pontot, és így lett 4-2 a Detroit ellen a mérkőzés. A Tájonnál néha azért egy kicsit rezgett a léc, de valahogy mindig ki tudott jönni szerencsére a nehezebb helyzetből, hogyha bele is került. Én pedig még az előző Filiz ellenihez akartam említeni Loaisigának az a 3 vagy 4 egymás után hozzá vissza napta. Igen, tényleg, hát az hatalmas volt. Zsinórban 4-szer ütötték hozzá vissza a labdát. 4 autót úgy csinált meg egymás után, hogy hozzáment vissza a labda, és egyik sem olyan lézer volt, tudod, hogy tudjátok, hogy veszélyes lett volna, hanem ez a kis egypattanásos, vagy ilyen kis gurulós, és már röhögtek rajta a Phillies kommentátorok is, hogy ilyen nincsen. És a következő inning, ugye megcsinált 1 autót, azzal befejezte az inninget, következő inninget azt lehozta így, hogy 3 ilyen sima grounder vissza, és a Phillies-nek a dobója meg pont, azt hiszem David Hale volt, aki nálunk is dobott még, és kb. Az első dobást a jenkizütő visszaütötte úgy, hogy segbe találta élt, és így elpattant róla a labda. A kommentátorok így mondták, hogy ilyen nincs, hogy Loaisiga az mindig visszapattannak a labdák, és a Hélhez meg egyszer ütik vissza, és akkor így teli beveri őt, de szerencsére megúszta sérülés nélkül. Sőt, utána 1 auttal később megint visszaütötték hozzá, de akkor meg dupla játékot tudott csinálni belőle.
Szóval így ez tényleg vicces volt. Ja, ezt jó is, hogy mondtad. És aztán még tegnapi napon ismét nyertünk, 4-es zsinórban 4. alkalommal, és megint a Pirate-t vertük ezúttal 7-5-re. Corey Kluber kezdett a dombon, hát egy kicsit ilyen gyengébb napot fogott ki, mert azért ez se volt olyan rossz. 4 inninget dobott végig, ami azért elég bíztató. Ez alatt feladott 4 bázisütést, meg hoztak róla 2 pontot, kiosztott 2 strikeoutot, de ami egy kicsit ilyen gyengébbé tette a napját, az az, hogy megdobott 2 ütőjátékost, és egy vaddobást is eleresztett, úgyhogy hát nem volt teljesen éles, tehát így is nyertünk. Ugyanis sikerült még egy pár home run-t vágni. DJ LeMahieu, Ryan Lamer és Socrates Brito ütöttek hazafutást, és a DJ különösen jó meccset hozott. A home run-ja az egy 3 pontos home run volt, mellette volt még egy találata, meg 2 körbeért, úgyhogy nagyrészt neki köszönhető a győzelem. I am the machine! Így, és egyelőre DJ nagyon jól hozza a tavaszt is, remélhetőleg ez ki is fog tartani. Nekem az a Pirates meccs volt, az ahol így kapkodtam a fejem az értesítésekre, hogy mi történik, hogy egy pontot, Jézusom, mit csináltok, srácok? És az volt vicces, hogy kicsit megpróbáltunk elhúzni, akkor a kapásból valamelyik dobom feladott egy izét, vagy egy home run, vagy valami. Igen. Mindig egy ponton tartottuk a különbséget tulajdonképpen, visszaengedtük a Pirates. De hát a Lamar Brito tandem az megerőltette magát, és hát kemény volt. Ja. Azok kik? Socrates Britóról tudom, hogy beszéltünk már itt a podcastben, mert kiemeltük a nevét, szerintem pont beemelte ki a nevét, hogy világbajnok neve van. Igen, a téli ligában, amikor leigazoltuk, akkor onnantól követtük. Ja. Ez a meccsen még nagyon szép volt, ugye most pont az ellenfél csinálta, de az első inningben szedte le a right fielderjük Judge-nak az ütését egy ilyen vetődős elkapással, aztán 2 inning múlva megvágott egy home run-t a srác. De az az elkapás, az nekem olyan volt, mintha így elnézte volna egyébként, vagy a szemébe sütött volna a nap, mert így elkezdett előrefelé így borulni, és így utána nyújtotta ki oldalra a kezét konkrétan, és úgy tudta behúzni a labdát, szóval, mint hogyha az utolsó pillanatban látta volna, hogy oké, hogy én most vetődök, de itt egy méterrel szélesebben jön a labda, mint ahogy én gondoltam. De végül is szépen megcsinálta az elkapást, igen. Már a védekezést is pimpelik. Igen. Mondjuk Ichiro annak nagymestere volt. Ő nyomatta ezeket a hát mögötti elkapásokat, meg ilyen hülyeségeket. És hát eljutottunk ugye a mai napig, vasárnapig, amikor is jelenleg éppen a Toronto ellen játszunk egy... Hát a csodálatos mérkőzés. Igen, végletegig kiélezett és izgalmas meccset. 8. inning közepén tartunk, illetve már elkezdődött az alja, és 1-0-ra vezet a Blue Jays, úgyhogy összesen a két csapatnak 5 találata volt eddig a meccsen. Tehát mondhatni nem az ütősorok dominálnak. Nálunk, hát, ahogy nézem, Taukmannak volt 1 találata, Frasernek szintén, és Wade-nek volt még 1. Ebből Wade volt dupla, másik 2 a szingli, illetve Wade-el is lopta a 3-as bázist, hát behozni sajnos nem sikerült őt. Dobófronton viszont nagyon-nagyon jók vagyunk, Davey Garcia kezdett ismét, és hát 3 inninget adott a csapatnak, ami alatt egyetlen egy találatot és egy ki nem érdemelt pontot hoztak róla, ugyanis egy védelmi hiba is közreműködött abban, hogy beérjen az a pont, és hát a 3 inning alatt ez az egy találat és 2 séta fűződik Davey nevéhez, azon kívül 2 strikeoutot osztott ki, de továbbra is nagyon-nagyon jónak néz ki a fiatal kezdőnk, és leendő ászunk, mondhatni, remélem. Rajta kívül Lüdge volt, aki 1 inninget lehozott 1 sétával és 1 strikeouttal. Személyes kedvencem Wojciechowski 2 tiszta inninget hozott, ami alatt csak 1 sétát engedett. És épp az előbb említett Nick Nelson egyébként most dobja a 2. inningjét. Eddig hát 4 outot megcsinált, és csak 1 találatot engedett, és 2 strikeoutnál jár. Természetesen ide is visszanézünk majd még a mai adás folyamán, és akkor beszámolunk arról, hogy mi lett a végeredmény. Egyelőre 1-0 a Torontónak. Már látom magam előtte, hogy Mike
fantasy drafton behúzza előttem Nick Nelson. Meg Wojciechowskit. Akinek a nevét se tudom kimondani. Remélem, hogy az ő nevét nem kell megtanulnod a szezonban. No, tehát ez történt a héten, ami a mérkőzéseket illeti. Nézzük ezen kívül a Yankees-zel kapcsolatos híreket. Kapásból egy rossz hírrel vagyunk kénytelenek kezdeni, sőt nem is egyel, hanem mindjárt hárommal. Ami a talán a legjobban érinti a csapatot, és a legfájdalmasabban az az, hogy a vasárnapi dobóedzése után Zach Britton fájdalmat érzett a könyökében, ami miatt hétfőn MRI vizsgálaton esett át. Hát Aaron Boone egyből lenyilatkozta, hogy nem UCL, azaz nem könyökínszalag sérülésről van szó, tehát nem lesz szükség Tommy John műtétre, amiből ugye mi arra asszociáltunk, hogy Tommy John műtétre lesz szükség. Mert hát sajnos ugye van már ilyen jellegű tapasztalatunk Boone edzőnek a túlzott optimizmusával kapcsolatban. Egy nappal később derült ki, hogy igazunk is volt részben, de szerencsére nem UCL volt. Britton könyökéből ugyanis egy csontszilánkot kellett eltávolítani, tehát ki kellett operálni konkrétan. Pontos információt a Yankees nem osztott meg arról, hogy mikor térhet vissza Britton, viszont az újságírók azok azonnal elkezdtek természetesen spekulálni, ami 1000%, hogy több mint egy hónapos kihagyásra kell számítani. Egyesek szerint akár 6-7-től kezdve, akár 3-4 hónapig is távol lehet a csapattól Britton. Ugye Gio Urshelának volt, vagy Hio Urshelának, ugye, ahogy Gleyber Torres mondta. Urshelának volt szintén hasonló műtétje, nem olyan régen, neki is csontszilánkot operáltak a könyökéből, és hát nála egy olyan 3 hónapos rehabidő volt, mire játszani tudott. És dobónál meg lehet, hogy tényleg ez kényesebb lesz egy kicsit, ráadásul ugye Britonnak pont a dobókönyökén van a baj, vagy volt a baj, de hát a műtét az szerencsére jól sikerült, hogyha jól tudom. Kíváncsian várjuk, hogy Zach mikor fog tudni visszatérni. Minden esetre ez egy elég komoly gyomros volt így a bullpenünknek még a szezon előtt. Hát jele annak, hogy jön a szezon. Igen. Sajnos. Clark Schmidt csak a kezdet volt. Igen. És hát Britton se csak a másod, vagy csak ne, Britton sem volt az egyetlen őt követő sérült, ugyanis a potenciális harmadik számú catcher Robinson Chirinos csuklótörést szenvedett. A Pirates elleni edzőmeccsen dobták meg egy 98 mérföldes gyorslabdával. Hát egyelőre még nem tudni, hogy mennyit kell kiadnia, de rá is egy több hetes kiadás vár, az már biztos. És a mai napra is jutott egy fantasztikus hír. Kiderült, hogy Miguel Andujarnak fáj a jobb kézfeje és a csuklója is, és holnap pedig ellátogat majd egy kéz specialistához, hogy utána járjon annak, hogy mi okozhatja ezt a fájdalmat. A hírben leírták, hogy amúgy már a dominikai téli liga közben is érezte ezt a csuklófájdalmat Andujar, hogy azóta ez csillapodott, szóval a héten újból elkezdték gyötörni a problémák, úgyhogy most már tényleg utána kell járnia, hogy mi a helyzet. Hát azt hiszem, hogy ugye múlt héten beszéltünk róla, hogy Andujarnak hol lesz a helye a csapatban. Most egy darabig ez megoldotta a kérdést. Teszem fel a kérdést, amit már egyszer főtettem itt még adás előtt. Eldőlt a sorsa? Hát ideiglenesen biztos. Sajnos. Bár ezt szerintem ő sem így akarta kideríteni. Hát kérdés, hogy ha visszajön, akkor hogy fog tudni visszajönni, illetve hogy mennyire fogja befolyásolni ez a csapat döntését bármiben is vele kapcsolatban, mert hát erről nem feltétlenül ő tehet, bár mondjuk, hogyha már télen is volt baja, akkor szólhatott volna szerintem a csapatnak, hogy vagy jelezhette volna legalább, hogy figyú, valami gebasz van, de valószínűleg semmi komoly, de azért meg kéne nézetni, és akkor nincs ebből probléma. Én nem tudom azt képzelni, hogy annyira akart, meg annyira be akart kerülni a csapatba, hogy azért nem szokott egyébként. Hát, de kicsit is józanul gondolkodik az ember, érted? Tehát értem én, hogy akar, meg egyebek, de az, hogyha valami fáj neki, és aztán amikor nem játszik, akkor elmúlik, akkor azért egy nem olyan túl erős logikai kapocs kell ahhoz, hogy összekösse az ember, hogy ha megint elkezd játszani, akkor valószínűleg megint fájni fog. Hát igen. De hát ő tudja.
egyszerűbb nem lett a helyzete, könnyebb nem lett, de hát szerintem valószínűleg nem került volna be a nagy csapatba. Úgyhogy Jay Bruce-nak is ilyen jól megy, úgyhogy szerintem AAA-be majd leküldik, hogyha rendbe jött a keze, és akkor újra feldolgozhatja magát. Pallírozódhat. Hát minden esetre drukkolunk neki, és reméljük, hogy semmi komoly. De van jó hírünk is, méghozzá Louis Severino-val kapcsolatban, akinek a rehabilitációja új mérföldkőhöz érkezett. A héten már dobódombról dobott a műtétje óta először, és csak gyorslabdákat, de a hírek szerint minden rendben ment. Hát Szevi egy ilyen 20 dobásos bullpen session-t csinált, és azt mondta ő is, hogy nagyon jól érezte magát utána is minden fain, illetve akik látták őt, azok is azt mondták, hogy egyelőre minden tutinak néz ki, és tökéletes ütemben halad a rehabilitációja, illetve a rehabilitációs folyamata Szevinek. Így van, és most következzen egy jó nagy adag név. Névcsokor, vagy hogyan mondja, névcsomag, ugyanis pénteken csökkentette a csapat a táborban lévő játékosok számát, és a kisligás edzőközpontokba irányította őket. Többek között Adam Warrant, ő AAA-be került, Esteban Floriát is, aki úgy szintén AAA-be került, a kezdődobó Louis Gilles, aki AA-be kötött ki, az úgy szintén kezdődobó Yondris Gomezt, aki Lóé Tampába került, Luis Medina és Alexander Viciano, akik ugye mindketten kezdődobók, valamint a belső védő Oswald Perezát pedig HA-be küldtük, a Hanson Valley-be. További játékosok, akik már nincsenek a nagy csapattal, de nem írták, hogy melyik kisligás csapathoz kerültek, azok Josh Brooks, Austin Wells, Kellen Deglan, Max McDowell, Anthony Sigler, ők mindegyik catcher egyébként, Armando Alvarez, Ezekiel Durán, Chris Gittens, Hoyun Park, belső védők, szeretem ezeket a neveket. Annyira egyértelmű volt már az elején, hogy neked fog jutni a neves komolyan. Egyelőre jó, megküzdök vele, egy baki volt. Egész jó, megküzdök vele. Trey Hamburgay, Michael Beltry, Thomas Milone, ők outfielderek, Glenn Otto és Trevor Lane, ők pedig dobók. És kibontam az összeset. Trey Hamburgay egyébként nagy kedvencem, mindig, amikor mérges, akkor mondhatja, hogy Irgumburgi. Ezt akartam én is mondani, hogy úgy várom már, hogy Hamburgay bemutatkozzon. Kittens, nem értem, hogy miért küldtük le, mindig, amikor beállt, akkor vagy homerunt vágott, vagy tök jó volt, úgyhogy még elnézhettük volna. Igen, meg ő vágott egy genclemet is, ugye. Ez a sok név után egy idézet jut eszembe. Kiűztem az összes démon, a ház megtisztult. Igen. Ja, egyébként George Brough, ez nekem nagyon... Gondolom, ő ilyen franciásan ejti, nem? Tehát ez a Braux, ez ilyen Brough-szerű lehet, nem? Brooks. Hát, a fene se tudja. George B. Egyezünk meg. Amerikában vagyunk, elfogadóak az emberek, bárki bármit mond, azt ejti. Nem, mármint, hogy bárki bárhogyan ejti a nevet, az elfogadó. Azt jelentik. Ja. Pont egyébként nem is tudom, valahol Twitteren olvastam egy ilyet, hogy valaki ki volt akadva, hogy az milyen már, hogy Amerikában, hogyha azt mondod, hogy szeretem a kenyeret, akkor meg kapásból három szervezet ugrik neked, és jelentenek föl különböző okok miatt, legyen az akár rasszizmus, akár szexizmus, akár más. Magyarországon, hogyha valaki azt mondja, hogy a kurva anyádat, akkor elgondolkodsz azon, hogy most te szeretetből mondta-e. Na, csak azt akartam mondani, hogy Josh Brough-t, hogyha fölhívjuk majd esetleg, hogyha bekerül a nagy csapatba, akkor ő lesz, ami nekünk nem Bro Harperünk lesz majd, hanem Josh Brough-nk. És akkor lehet majd ez a that's a clown question, bro, de ilyen bro-san írva. Már most dolgozik az agytekervényeim dolgoznak a eladható merchandise-on, pedig nem is olyan kíznek dolgozom. De hogyha már ennyi kisligás nevet megemlítettünk, akkor egy korábbi hírt hoztunk még, amiről, ha jól emlékszem, nem volt szó. Végül a AAA szezon kezdetét is egy hónappal későbbre tolták,
és április helyett így május 4-én indul majd a AAA is a szülinapomra készül, és addigra indítja. Tehát... Szóltunk nekik. Mondjuk elcsesztétek már egy nappal korábban innen. Hát az a baj, hogy nem lehetett pontosan sajnos, de ennyit tudtunk megtenni. Ja, amilyen pontosan érkezünk a podcast felvételekre, ez még belefér. És ha már a kisligáknál tartunk, az MLB Pipeline a héten kihozta a saját kis listáját a csapat 30 legnagyobb tehetségéről. Első helyen természetesen Jason Dominguez áll. Hasson! Hát te ejteted úgy, de... Megbeszéltük, hogy úgy ejti mindenki a gyakorlatilag. Ezt lejátszunk, legyere ki a hóra. Nincs hó. De hozok. Ja, hogy március hó. Jó, menjünk inkább Őt Clark Schmidt és Davey Garcia követi. Dominguez és Schmidt egyébként a Pipeline MLB Top 100-as listájában is benne vannak. A top 10 utánuk egyébként hát Oswald Perez, Luis Hill, Austin Wells, Luis Medina, Yoandris Gomez, Alexander Vizcaino és Esteban Florial. Az első az Peraza volt, csak mondom. Miért, mit mondtam? Perez. Ja, hoppa, elnézést. Én meg Vicianónak mondtam az Alexander Vizcainót, vagy Vizcainót. Vizcaino. Azt egyébként én is onnan tudom, csak hogy volt nálunk annó ugye ilyen nevű játékos, és akkor ott a ott a Michael Kiejék ugye mindig így nagyon szépen kiemelték, a Vizcaino, szóval az nekem onnan megmaradt. Szóval igen, jó kis ilyen Peraza, bocsánatot kérek utólag is, meg most tőled is, hogy közben vágtam. Ja nem, csak a Vizcainóra most beugrott srác, ez egész jó kis ilyen setup, meg ilyen hetedik inninges cseredobó volt, emlékszem. Egyébként erről ezt a pipeline-os listát ezt be fogjuk majd tenni a... De ilyen beszéltünk is, nem? Azt hiszem az nem pipeline volt, hanem az valami MLB Network-ös talán, vagy az mi volt? Az is valami MLB is volt, de az másik lista volt szerintem. Hát a top 100-asról beszéltünk, ugye a baseball amerikás, meg a baseball prospektusos, meg a pipeline, igen, az MLB igen. Pipeline, ez az MLB.com-nak a saját is. Prospektekkel foglalkozó része, csak ugye kihozzák az egész ligás 100-as listát, meg aztán kicsit később a csapatokra lebontott 30-ast, és ebből jött ki most a Yankees, meg még egy pár csapatnak. De ugye a top 100-as az egész MLB-re vonatkozó. Az egész ligás, jaj. Ja. Fura egyébként, hogy csak ketten kerültek be tőlünk a top 100-ba a pipeline szerint. Hát a rész elfoglalt, azt hiszem, 8 játékossal. 80. De ezt akkor abban a podcastban beszéltük is, hogy hiszem, igen, nagyon jó lesz. Igen, hogy nagyon kellemes lesz az elkövetkezendő évtizedekben majd az összes ilyen kis éjjelisztán belüli leendő prospektet, meg mostani prospektet majd így látni, bemutatkozni, és akkor ilyen mindenki minket fog szivatni majd óriási erőkkel. Jaj, de jó lesz. Főleg, hogy igen, a Wander Franco volt az első, a Rays-től, és Edly Rutschman az Orioles-tól a második. Szép kilátások. No, ezek voltak a híreink a hétre, és hát és nézzük. Most B-meséi következnek, és mi meg megyünk pajálni szerintem közben. Nézzük akkor a National League beharangozónkat, amit B állított össze. És hát amennyivel tudunk, annyival mi is hozzá teszünk majd, illetve hozzájárulunk majd. Lássuk, hogy mire számítasz, illetve mire lehet számítani a 2021-es szezonban a National League-ben. Kezdjük a nyugati divízióval, NL West. Olyan hosszút most ígérem nem állítottam össze, úgyhogy annyira ne dőljetek hátra. Illetve kezdjük két olyan csapattal, amit szerintem mindenki tisztában van. Dodgers, Padres, nem csak a National League-ből, talán az egész ligából kiemelkednek most papíron. Ugye a Dodgers címvédő csapat, igazából nem nagyon gyengültek, egy-két, hát ilyen fontosabb kiegészítő játékos hagyta ott a csapatot, Kike Hernández ment a Red Sox-ba, Jock Pederson a Cubs-ba, de például sikerült megtartani Justin Turner-t, és hát ugye a
február elején robbantották a nagy bombát, hogy megszerezték Trevor Bauert. Úgyhogy a gazdagok még gazdagabbak lettek, ha szabad így fogalmaznom. Úgyhogy hát szerintem, az én véleményem szerint továbbra is a Dodgers a World Series favoritja. Bauer egyébként megint állatkodott, tehát így a spring training alatt szerintem ilyen nem, UFO üzemmódottól, vagy nem tudom, ilyen félszemes dobásai voltak, meg ilyenek. Igen, valami egy inninget úgy dobott le, hogy becsukta az egyik szemét. Így nagyon trollkodik. Találsz egy kicsit a népet. Egyszer kell csak elkapni egy nagy homerunnal, aztán lesz pimpelni a homerunt. Egyből kinyílna a másik szemét. Úgyhogy hát a Dodgersnél nem nagyon van kérdéses alakulat, talán a bullpenjük az, ami egy kicsit ilyen gyengébb, mint a többi csapat. Ugye Kenley Jansen jó nevű closer, de már nem az igazi. Ugye a playoffban tavaly el is veszítette a closer posztot, aztán visszaszerezte, aztán megint volt rossz meccse. De hát nehéz a Dodgers ellen fogadni. Úgyhogy szerintem ők a favoritok továbbra is. De hát a Padres, ők okozták a legnagyobb híreket, a legjobb címeket a tél során, és hát egészen felzárkóztak a Dodgers mellé, de sokszor beszéltünk már róluk is az adásban. Blake Snell cserét, ugye Tampából megszerezték Blake Snellt, azt már kiemeltük, ugye megszerezték Yu Darvist rotációjukba, és ha még ez nem lenne elég, akkor Joe Musgrove-t is a Pittsburgh Pirates-tól. És volt egy koreai játékos, Haseong Kim, aki iránt több csapat is érdeklődött, na hát őt is a Padres láncolta magához, őt még nem nagyon tudjuk, Koreában nagyon jó kis számokat hozott, meglátjuk, hogy az MLB-be hogy tudja ezt átültetni, és mintegy a téli szezonjuk megkoronázásaként, ugye szintén említettük a Fernando Tatisszal kötött szerződést, 14 év, 340 millió dollár, 5 év múlva megnézzük, hogy ebből mi lesz. Igen, úgyhogy hát a Pirates is megerősítette a rotációját, hogy az ütősoruk már tavaly is jó volt, bullpenjüket is figyeltek, hoztak oda is egy-két embert, úgyhogy én szerintem közeledtek a Dodgershez, tehát a Dodgersnél a tapasztalat, ha mondhatom így, meglátjuk, de szerintem ez egy egész érdekes versenyfutás lesz ott az NL Westben. Arra én az kíváncsi leszek így a San Diego-ra egyébként idén nagyon. Igen, hogy itt egy teljes szezonon keresztül mennyire fogják tudni majd tartani azt a jó formát, ami ugye volt nekik tavaly a rövidítettben. És nekem ilyen nagyon all-in szezonnak tűnik részükre. Hát igen, nem véletlenül. Ez konkrétan az. Olvastam egy ilyen véleményt a neten, már nem is tudom, hogy hol, hogy hát ugye Padresnál az, aki írta, arra számít, hogy tavaly mindenkinek nagyon jó szezonja volt, főleg ütésben, hogy ezt lehet-e tartani, meg lehet, hogy kicsit visszaesnek, de hát itt Manny Machadóról, meg Eric Hosmerről beszélünk, akik már elég régóta a ligában vannak, tehát tudjuk, hogy mire képesek. Igen, hát ugye, meg hát itt főleg Tatis a nagy kérdés már most is, hogy ugye, hogy őt mennyire ismerték ki a dobók itt a tavalyi szezon során, mert hiába, hogy tavaly állatkodott, hogyha ugye a rafkósabb dobók egy kicsit is kiismerik őt, akkor ott neki is komoly dolgokat kell, tehát komolyan át kell állítania úgymond az ütését, illetve a dolgait ütésben, hogy hozza ugyanezt a szintet. Mert hát a dobó az mindig előnyben van, ugye? Igen, hát az, szerintem ez a szezon is róla fog szólni. Ha jól megy neki, akkor azért még nagyobb szupersztár státuszba fog emelkedni. Ha meg rosszul, akkor meg mindenki arról fog írni, hogy miért megy rosszul neki. Illetve amit elfelejtettem a bevezetőnél említeni, hogy ugye idén nem ez a kibővített rájátszás rendszer lesz, mint 2020-ban, hanem visszaállunk a három csoportgyőztes és két wildcard csapatra, az 5 csapat fog bejutni. Hát jelen állás szerint még ez akár változhat is. És hát ebből a Dodgers meg a Padres valószínűleg 2 helyet el is visz. Igen, meglepő lenne. Nagyon valószínű. Igen. Én annyival készültem itt egyébként erre a National League-es témára, hogy fölkerestem itt, az MLB-nek van ez a saját kis algoritmusa, ez a Pekota, ami hát ugye ezen a tapasztalaton alapuló játékosok összehasonlító optimalizálási teszt algoritmus, vagy mi a fene.
És igen. Mondhatnám Mike a jó barátokból. Igen. És ugye ez alapján ez az algoritmus, ez így kihozza azt, ugye, hogy melyik csapatnak mennyi esélye van arra, hogy megnyerje a saját csoportját, meg hogy a Pekota szerint milyen győzelem-veresség mutatóval fejezi be majd a szezont. Hát a National League Western hiába a San Diego-nak egyébként ez a nagy beerősítési hulláma, a Dodgers-t hozta ki nagyon sima csoportgyőztesnek ez az algoritmus. 78%-ot ad arra, hogy a Dodgers megnyeri a csoportját, és egy ilyen 103-59-es győzelem-veresség mutatót hoztak ki nekik, ami a legvalószínűbb. Padres a második természetesen 96-66-tal, és 21%-a van arra, hogy megnyerje a csoportot. Tehát, hogyha ezt megnézitek, akkor ugye itt a 78% a Dodgers, 21 a Padres, az ugye összesen 99 egész valamennyire jön ki, mert ezek csak ilyen kerekített számok. Ami ugye előre is jelzi azt, hogy a Len az utcán nincsen kegyelem, és a Pekota sem kegyelmez, ugyanis a másik három csapatnak, a Diamondbacksnek, a Giantsnek és a Rockiesnak együttesen sem adnak összesen 1% esélyt arra, hogy behúzzák a csoportot. Oh. Sőt, mindegyiket negatív átlaggal hozzák ki. A D-backs szerepel náluk a legjobban 79 győzelemmel, Giants 75, a Rockies pedig az egész ligában a legrosszabb győzelemveresség mutatót kapta tőlük, ez a 60-102-essel. Rockies, ez most ilyen rossz lenne? Hát ott ugye Arenado volt az egyetlen fény az éjszakában, és őt meg elcserélték St. Louisba, hogy eladták St. Louisba. Szóval, hát úgy néz ki, hogy ez igen, megpecsételte az eddig sem túl fényes sorsukat. Ott az egyik kedvenc... Egyébként most rá... Bocsánat, csak ott van egy játékos, aki én már egy az elejé óta követek, shortstop, és most én megláttam, hogy a Wikipedia meg a Google ezt beállóstak fordítja le. Az volt, igen, beállós volt egyébként a régi eredeti magyar fordítása a shortstopnak. Nekem ez ilyen nagyon kézilagos. Trevor Storyról beszélek amúgy. Igen. Még régen nekem volt egy, még a öreg nézienő által lektorált baseball, ilyen, hát baseball szabálykönyvkezdőknek szerűség, és abban is emlékszem, hogy beállós volt a shortstop, ez nekem ez tökre így maradt meg bennem, még szerintem anno a Yankees Hungary-n az első évben vagy években, szerintem még a recap-ekben is írtam néha beállóst shortstopra. Szerintem az teljesen rendben van. Nekem így nagyon meglepett így. Kézilabdára emlékeztet nagyon. No, ti mit szóltok? Voltam beállós ehhez egyébként azért. Na, igen. Minden buli után. Beállós bulira sikeredett. Ti egyetértetek ezekkel a predikciókkal, hogy a Dodgers behúzza, vagy pedig a Padres szerintetek meglepetés fog okozni, és megszivatja a nagy gonosz Dodgers-t? Szerintem a Dodgers az akkora szinten van, amit a Padres még nem ér el. Ennek ellenére a fiatal kis csapat megmutathatja, hogy ez úgymond öreg csapat bajszát meghúzogatják. Kíváncsi leszek. De én azt mondom, hogy nem. Dodgers az egy teljesen más szinten van az NL-ben, mint az összes többi csapat együttvéve szinte. Kis túlzás. Szerintem is behúzza a Dodgers, mert valami elképesztő sérülés hullámnak kéne végig söpörni rajtuk, hogy ne az legyen, mert most kidől mondjuk Bauer egy kis időre, akkor is még ott van Kershaw, Buehler, Julio Urias, stb. Szóval minden csapat részben, ahogy említettem, a bullpenben talán nem, de ütésben is, meg dobásban is olyan jól állnak, annyira mély a keret, hogy még egy ilyen kisebb sérülés hullám se fogja szerintem őket visszavetni, úgyhogy szerintem a Dodgers behúzza. Illetve azzal is egyetértek, hogy a másik három csapat teljes mértékben esélytelen. Hát a csoportra mindenféleképpen, de hát a playoffra is, a wildcardra is. Még talán ugye a Giant tavaly ebbe a kibővített rájátszásba sokáig ott volt, hogy majdnem bejutottak ők is, de hát végül negatív mérleggel zártak. Ugye erősítgettek. Én egyébként nekem tetszik, hogy behúztak egy évre pár olyan dobót, akinek annyira jól nem ment ezelőtt, de bennük lehet egy jobb teljesítmény.
viszont a Giantsnél szerintem a jövő évre játszanak, mert a 2021-es szezon után egy csomó szerződés lejár náluk, körülbelül ilyen 100 millió dollárnyi szerződés, úgyhogy szerintem jövőre dobhatnak majd egy nagyot. Ugye említetted a Rockiesnál a Renádót elcserélték, hát még Story meg Blackmon ott van, ugye Charlie Blackmon, de szerintem ők nekik nincs esélyük a wildcardra, meg talán ők lesznek az utolsók a csoportban, meg ha úgy állnak, akkor a nyáron valószínűleg egy csomó játékost el is cserélnek, bár állítólag Trevor Storyval szeretnének hosszabbítani, de most ezek után miért írna alá hozzájuk? Ó, oh, bocsi, közben egy kis update. Vége lett a meccsnek? 9. inningbe berámoltunk 5 pontot. Na, hisz, akkor még nincs vége. De még nincs vége. A mi részünk véget ért, tehát az alján vagyunk már. Én mondom? Királyság. Igen, most kezdődik az alja majd, igen, most van a közepe még. Ja nem, még nem, még támad. Nem, még a teteje, ja. Sőt, nulla out. Nice. Na, hát bocsi, beindult a kis gépezet, na ennyi. Erre lehet számítani is. Mi az az ötös ott, az ott mi? Így kerestem a válaszokat, és meglepődtem. Mehetünk tovább, bocsi, mert podcast végén visszatérünk erre. Akkor menjünk is tovább a National League centrálra, azaz a középső csoportra. Lássuk, hogy ott mire lehet számítani. A National League centrálban, ami egyetlen dolog biztos, hogy a Pirates lesz a totál utolsó. Ők nagy harcba lesznek a Rockies-zal a liga utolsó előtti helyéért. A Pirates teljon miatt ismerjük, meg beszéltünk Josh Bearről is, az előbb említettem Joe Musgrove-t, gyakorlatilag minden ismertebb nevet elcseréltek, nagyjából teljesen lecsupaszították a játékos keretet. Még van egy-kettő ilyen ismertebb név, de őket valószínűleg a nyáron el fogják cserélni nagy részüket. A Pirates teljesen lefelé megy most az újjáépítés felé. Tehát ez nekik nem lesz meglepő, hogyha rosszul szerepelnek. Hát, igazából úgy mondom, hogy ez a cél, muszáj a régi veteránokat elcserélni és fiatalokkal újjáépülni. Én egyébként kíváncsi leszek, hogy Miguel Jahuré bekerül a náluk az MLB csapatba rögtön áprilistól. Őt figyelni fogom. Illetve a tavaly bemutatkozott Ke'Bryan Hayes. Elég jól. Ő a Charlie Hayes-nek a fia, ugye? Igen. Uh-huh. És nagyon jól mutatkozott be. 24 meccsen ilyen 3.76-os ütő átlaga volt, meg vágott 5 homerunt. Őt is érdemes lesz figyelni. Hát, hogy ki lesz körülötte az ütősorban, az majd kiderül. Mindenki, aki számít. Ugye? És most nem a matematikusokra gondolom. Fizikusokra? Illetve ugye övéké lesz az első körös, az első körben az első draft pick. Itt hoztam nektek egy nevet. Itt találgatják már, hogy ki lesz az 1/1-es választott idén, és lehet, hogy Kumar Rocker lesz az. Kumar Rocker. Tetszik a neve. Igen. Mint hogyha a kalandfélgekben lenne valami zenész. Igen. Úgyhogy lehet, hogy Kumar Rocker. Volt már egy rocker, nem? Egy John Rocker? Vagy hogy hívták őt? Volt egy rocker nevű dobó még annó. És emlékszem, hogy ő volt is vele valami balhé, már egy picit. Igen, a Braves-ben. John Rocker, volt, igen. Igen, a John Rocker a Braves-ben, és neki volt valami kommentje, most nem tudom, hogy a Yankees-ről és vagy a Mets-ről, de a New York-iaknak beszólt valamit, arra emlékszem, hogy volt valami valhé ebből, hogy beszólt a New York-i drukkerekre valami nagyon komolyat egy rendes interjúban, miután szétcsapta őt valamelyik csapat. Hát, hogy nem is volt 30 éves, mikor kikerült a ligába. Lehet, hogy az ő fia, Kumar. Az vicces lenne, mondjuk. Aztán menne a meccbe. Hát figyelj, a Wikipedia a controversies-nek egy külön fejezetet szentel. A szteroidoktól kezdve a minden. Sok mindent elmond, igen. Ja, igen, azt nyilatkozta, hogy soha nem játszana se a Yankees-ben, se a Mets-ben, és hogy olyan tapasztalatai vannak New York City-ről, meg az ott élő emberekről, ami alapján így gyűlöli az egész helyet. Várjál, kedvencem! Bocsi, csak hogy szteroidokkal kapcsolatban december 2011 decemberében
Ő csak annyit mondott, persze, hogy használtam, ki nem használt, legyünk már őszintén, ki nem. Igen. Az a baj, hogy ezzel nem lehet sajnos vitába szállni, valószínűleg egyébként. De belemondja az arcod, persze, hogy használtam. Igen, és megkérdezték tőle, hogy játszol-e New Yorkban, és azt mondta, hogy inkább visszavonulna. Hogy azt lehetne választani. No, igen, tehát Kumar Rocker, tehát reméljük, hogy ő másfajta hozzáállást képvisel majd minden szempontból. A Pekota egyébként azt mondja a National League Centrálra, hogy a Brewers be fogja húzni. Méghozzá elég... Jó Isten! Méghozzá elég komoly 55%-os győzelmi esélyt ad a Brewersnek, és 89-73-as győzelemvereség mutatót mondanak nekik. A második helyen mögöttük szorosan a Cubs 85-77-tel, viszont ők már csak 29%-os esélyt kaptak az algoritmustól a csoportgyőzelemre. Hát még nagyon-nagyon ott van mögöttük lemaradva, nagyon-nagyon kevés százalékos eséllyel a Cardinals, akiknek hát 9%-ot azért megszavaztak, de hát 81-81-es, tehát pont 50%-os. Még Arenádóval is 50%-ra tudja csak Pekota szerint fölhúzni őket. A Reds még kapott 6% esélyt, bár ő nekik már 79-83-as, tehát negatív mérleget mondanak, és amit mondtál is a Pirates-ről, hát nem hazudtol meg téged az algoritmus sem, 61-101-et és 0%-os esélyt ad nekik a csoport győzelemre az algoritmus. Hát ugye a Rockies-nál volt 60-102, itt a Pirates-nél 61-101, hát nem túl. Jó kilátások. Bocs, mondj csak. Ennyi. Közben Kumárról kerestem egy-két infót. 2019, ugye a Vanderbilt egyetemen játszik jelenleg még. Szeretjük. 2019-ben, június 8-án ő lett az első pitcher, az első dobó, aki no-hitter dobott egy ilyen szuper regionál körben a 2019-es NCAA Division, ugye a baseball bajnokságban, 19 strikeoutot hozott össze azon a meccsen, amikor leverték a Duke-ot 3-0-ra. Ez egy egyetemi szinten azért már most ad a pirit elég rendesen. Na és te mit mondtok, mi lesz a National League Central sorsa, ki fogja behúzni? Kettőt és könnyebbet. De egyébként a Brewers-t azt tényleg ilyen nem is olyan sötét lónak írogatja mindenki, ugye nagyon jó rotációjuk van, és főleg ezért, meg hogy Christian Jelicsnek nem lehet még egyszer olyan rossz szezonja, mint tavaly. Ők esélyesek, amúgy én a Cardinals-t mondanám, nekem nagyon tetszik ez, hogy behozták Arenádót, Goldschmidt-tel párosítva, az elég nagy húzás, meg nekik a rotációjuk is mindig olyan, hogy egy jó átlagot összekaparnak valahonnan. A Cardinals-nál nem nagyon szokott az lenni, hogy valamelyik csapat részén nagyon negatív legyen, úgyhogy én a Cardinals-t érzem egyébként a legesélyesebbnek. Én azt tudjátok, hogy én a Cubs-nak örülnék a legjobban, centrálban. Én a Brewers-t mondom. Én sem nagyon tudok nyilatkozni. Én is talán a Cardinals-t érzem úgy, hogy egy picit talán jobb lesz, viszont inkább jobban örülnék annak, hogyha a Brewers húzná be. De minden esetre akkor biztosan a Sport TV közvetítései minden meccsen szó lesz a Brewersről, akkor is, hogyha American League East vagy West csapatok játszanak egymással, akkor is a Brewers lesz a téma majd. Azért Ruckerhez még visszacsatlakozni egy picit. Na melyikhez a kettő közül? A nyugisabb, fiatalabb verzióhoz, ugyanis azért találtam kapcsolatot én itt a sportok között, ugyanis az apukája Tracy Rucker játszott az NFL-ben, sőt, tovább megyek, az egyetemi fociban ő Hall of Famer tag. Jelenleg defensive line coach a South Carolina-n.
és Indiából származnak. Na mindegy, Redskinsben játszott ugye futballteambe, és a Marylandi egyetemen játszott az apukája. Egy kis kapocs, kis extra info, plusz info, érdekességképpen. No, és akkor utazzunk át keletre. Még lehet számítani? Igen? Előtte gyors egy érdekességet, akkor már Kumar Rockerhez, vagy Rockerhez fűzök. Ugye ő az egyik legesélyesebb egy per egynek, meg a csapattársa Jack Leiter, aki meg Al Leiternek a fia. Leiternek a fia. Ja. Mind a kettő a Vendinek. Mind a kettő dobó, kezdő dobó? Igen, igen. Mind a kettő a Vanderbilten. Vanderbilt meccset néztünk anno Staten Islanden? Wagner Vanderbilt, vagy mi volt az? Na, Villanova volt. Villanova, tényleg. De azért hogy kellemes lehet odaállni, mondjuk egy olyan, beleállni egy olyan párharcba, legyen az akár alapszakasz, akár playoff, amikor tudod, hogy egymás után a két legnagyobb prospekt és a két 1-1-es várományos fog dobni az első két meccsen ellened. Hát, ellenfeleknek az olyan jó lelki állapotot eredményezhet így a meccs előtt, vagy a széria előtt. Igen, és Jack Leitert egyébként már behúztuk egyszer a drafton, ugye ilyen kiz, csak hát annyira elkötelezett volt a Vanderbilt irány, hogy nem írt alá. Egyébként ez van a Rakerrel is, csak Rakizban. Volt, aztán visszament az egyetemre. Kedvenc ilyen sztorim az Aaron Judge volt, akit ugye dobóként draftolt az Oakland Athletics. Aztán úgy döntött, hogy hát inkább mégse. És utána látjuk, hogy most mi lett azóta belőle. No, mehetünk keletre? Menjünk keletre, vigyük a lányokat is. Igen, most onnan jön a rum, nem Jamaikából. Na, mire lehet számítani a National League East-ben? Én úgy érzem, hogy a Braves nem gyengült, de ők a legnagyobb esélyesek, tavaly is megnyerték a csoportot, ugye Marcell Ozuna maradt. Tavaly ugye a szezon előtt hozták Cole Hamels-t ilyen veterán dobóként a rotációban sok fiatal mellé, aztán Hamels talán egy meccsen dobott sérülés miatt, úgyhogy most Charlie Morton-t húzták be ugye a Tampa Bay Rays-ből, és párszor említettük, szerintem ez elég nagy húzás tőlük. Tehát akit ki kellene még emelni, az a Mets, akik elég jól erősítettek a tél során, ugye Lindor, Carrasco, Taiwan Walker, stb. Igazoltak egy csomó kiegészítő játékost is. Úgyhogy én mondanám, hogy a Mets is erős, tényleg erősek, csak ugye velük mindig történik valami, ami keresztbe húzza a szezonjukat. Tehát papíron én azt mondanám, hogy mondjuk Braves, Mets, párharc a csoportgyőzelemért, de én nem írnám le se a Nationals-t, se a Phillies-t, se a Marlins-t, mert végtére is a Marlins tavaly bejutott a rájátszásba. Most szerintem 162 meccsen azért fogják tudni, de amúgy nem rossz csapat, nagyon jó fiatal dobóik vannak, line-upjukban is ilyen jó átlagokat hozó emberek vannak, szóval igazából nincs egy ilyen szupersztárjuk, csak Starling Martét nem nevezzük sztárnak, ha már a nevében is benne van, de én őket sem írnám le. A Nationals-ben, amíg Scherzer, Strasburg meg Corbin ott vannak, addig nem írhatjuk le őket. Említettem, hogy a Pirates-ból odavitték Josh Bell-t, ugye Juan Soto mellé, ott van Trey Turner shortstopon, aki egy remek ütőjátékos. A Phillies-nél meg már tavaly is meg lehetett volna a rájátszás, csak egy elképesztően rossz bullpenjük volt, amire most nagy hangsúlyt fektettek, egy csomó játékost hoztak, és hát Girardi az edzőjük, aki azért tud a kakiból is várat építeni, de amúgy meg Harperrel, Didi Gregoriusszal, Rice Hoskinsszal, Chity Realmutóval tele tűzdelt a Ronaldo Reyes. Úgyhogy az NL-t is érdekes, mert most mondanám, hogy 5 csapat is bejuthat a rájátszásba, de nyilván lesznek itt alul teljesítők, de azért nem egy lefutott. Kíváncsi vagyok a Pekota, mit mond. Pekota nem ért veled egyet. Ő a Metszet nagyon-nagyon erős favoritként hozza ki. 96-66-os győzelemvereség mutatóval, és 77%-os csoportgyőzelmi eséllyel.
Második helyen a Nationals, 85-77 és 10% esély. Harmadik a Phillies, 83-79 és 7%, és csak negyedik a Braves, 5%-os eséllyel, és hát csak egy győzelemmel lemaradva a Phillies-től, 82-80-assal, de hát éppen, hogy 50% fölé hozzák ki. A Marlins-szal kapcsolatban ők kevésbé engedékenyek, 68-94-re és 0%-os csoportgyőzelemre tartják esélyesnek őket. Amit mondtál is egyébként, ezt én teljes mértékben én is így vagyok vele, hogy a Marlins hiába, hogy ugye előző szezonban nagyot ment, és kb. Így sokkolták az egész baseball világot azzal, hogy bejutottak a rájátszásba tök jó játékkal, néha tök jó játékkal. Szerintem ezt 162 meccsen keresztül ők nem fogják tudni bírni, és nem fogják tudni kivitelezni. Engem az lep meg, hogy a Braves-t ennyire hátra. Ha, igen, az ez nagyon, egyébként az fura. Igen, ez hogy főleg, hogy ennyivel a Mets mögé. Én a Braves meg a Netset mondanám egyébként első kettőre. Azt, hogy melyik hol, azt nem tudom, de hogy ennyi köztük dőlne el. Mert a Mets a szó Mets, tehát... My entire team sucks. Igen. Bé, akkor te is a Braves-t mondod? Én nem érzem, hogy a Braves-t miért 82 győzelmes csapatnak jelöli a Pekota, mert én nem mondanám, hogy annyit gyengültek volna. Azt értem, hogy papíron miért nyer ennyi meccset a Mets, csak én már annyi vizet láttam lefolyni a Dunán a Mets kapcsán, hogy nem lennék meglepődve, ha valahol félre menne az ő szezonjuk. Én Braves, én azt mondom. Az MLB.com is egyébként nagyon le van döbbenve ezen, tehát ők is ezt írják itt leginkább, hogy lehet, hogy a Braves negyediknek hozta ki. Én azt mondom, hogy szerintem ők behúzzák, tehát én is azon vagyok, hogy meg lesz itt zsinórban a negyedik csoportbajnoki cím nekik. És ki lesz a második szerinted, mert az valószínűleg wildcard résztvevő lesz. Én azt mondom, hogy szerintem a Mets nem fogja elmecceskedni ennyire a szezont. Tehát egy playoff helyet azért én megszavazok nekik. És úgy gondolom, hogy ők be fognak jutni. Hát a Padres mögött talán szerintem a Padresnál nem lesz jobb átlaguk, viszont a National League Centralt azt mindenképp ütni fogják. Illetve hát még a Washingtont mondanám egyébként, bár szívem szerint ugye nem gondoltam, hogy valaha ilyet fogok mondani, de a Philadelphia szimpatikus, de hát az csak azért, mert ugye rengeteg ilyen kiszkötődés miatt. Azt hittem Rocky miatt. Igen. Szóval szívem az egy picit azt mondaná, hogy jó lenne, hogyha a Phillies ott lenne a wildcard helyen, de nem tudom, nem érzem reálisnak. Én azt mondom, hogy Braves behúzza a csoportot, és a Mets lesz a második, és behúz egy wildcard helyet is. A Padres-Mets összecsapás, az kemény lesz. Nem rossz, hogy a DeGrom mondjuk Darvish ellen, vagy Snell ellen. Snell akkor kaphat inninget. Fú, ezek a tippelgősdik, ezek jók. Ezeket föl is írom egyébként. Nekem van egy ötletem, és ezt most le is lövöm. Jövő héten még végigveszik az éjját. Utána van még egy adásunk a szezon előtt, ugye? Vagy a jövő hét az utolsó igen, a szezon? Igen. Nem, utána lesz még egy Yankees beharangozó, az lesz március 28. A Yankees beharangozó estén, akkor majd szépen megmondja mindenki, hogy mit tippel a World Series-re, és ezt leírod. Azt is akkor, meg akkor most a csoportgyőzteseket, azokat egyeztessük már le még egyszer, és akkor... Jó, akkor mindenki mondja át, vagy bét, ha-ha-ha-ha. B mondjon bét. De akkor már a wildcardot is tegyük hozzá. Azt is, igen. Szerintem. Kezdjem én. Kezd akkor te, utána a DS-é meg a vége. Jó, akkor National League West Dodgers. Igen. National League East Braves. Az egyik wildcard a Padres. Az tuti. Én azt mondom, hogy a Centralt behúzza a Cardinals. És akkor még egy wildcardot kell mondanom.
Brewers, azt mondom Brewers, és a Mets elmetszezi. Padres Brewers, oké. No, hát én már most nem emlékszem, hogy pontosan miket mondtam. NL West az nálam is Dodgers, az biztos. NL Centrát azt... hát ott bajba vagyok, mert mondom, tehát én szeretném egy picit talán jobban a Brewers, de a Cardinals-t érzem én is, hogy ők húzzák be. NL West-et azt abszolút Atlanta, tehát azt én nem is értem ezt a pekotás témát. Wildcardra pedig én a Metszet és a Padres-t mondtam, úgyhogy Padres lesz előbb. Mike? West az Dodgers, az egyértelmű. Central, most én is magam ellen fogok beszélni, mert a szívem a Brewers-t, hogy a Caps-ot mondanák, Caps-t, azt inkább most hagyjuk. Brewers még azt mondom, hogy reális lehet, de inkább Cardinals. East az Braves, és akkor még két wildcard helyen lógok, ugye? Uh-huh. Padres, az egyértelműnek tűnik. És hát én itt vacilálok, hogy Nets vagy Brewers. Szeretném a Brewers-t mondom. Jó. Hát akkor itt... Jó vagyok, a Mike Brewers tippel, akkor az lesz. Igen, hát itt túl sok félremenés nincsen, tehát szinte mind a hárman ugyanazt hoztuk ki, egyedül annyi, hogy nekem a Metsz a második wildcard, nektek meg a Brewers. Akkor itt túl sok döntés nem fog, vagy túl sok dönteni való nem lesz majd, csak az, hogy jól tippeltünk, avagy ezeket sem. Ezeket a tippeket majd ragaszt ki a gép elé a falra valahova. Igen. Lehet, hogy jobb én is, nekem, ja, nekem van itt egy ilyen parafatámlám, lehet kirakom. Aztán majd meglátjuk. Jó, és akkor persze a World Series-re is majd tippelhetünk. Akkor azt hiszem, hogy ennyi volt a heti témánk. Ugye a National League-nek a minimális beharangozója, illetve egy-két ilyen kis esélylatolgatósdi, ami ezt a mai adást jellemezte ilyen szempontból, jövő héten pedig American League-ben ugyanezt fogjuk végigzongorázni majd. Hát ott... kicsit hazai pályám. Az AL East, igen, AL East az, ahol is szintén szerintem konszenzus lesz majd. Miért nem az ózt mondjátok? De. Orioles nyer, vagy mizé Red Sox wildcard. Hogy áll a meccsünk? Vége van már. Meccsünk? Igen. Ja. 5-1-re nyert a Yankees a Toronto ellen. 6 ütésből, a szomszéd, vagy mi ez az ellenfél, az meg 2 ütésből hozta le a meccset, mi hoztunk egy errort is. Igen, dobóink azok nagyon oda tették magukat. Hát itt a 9. inning tetején itt nagyon el... Hát nem azt mondom, hogy elsültek az ütőink, mert nem, hanem inkább egy séta, a egy dupla. Torontónak a dobói sültek be. Ugye két találattal indított a Yankees. Esteban Florial és Anthony Siegler voltak, akik találatot értek el, aztán az előbb említett Chris Gittens sétált, majd Thomas Milone egy RBI séta. Na, Hoyun Park, oké. Hoyun Park szintén egy RBI séta, aztán Max McDowell volt, aki egy bázisokat letakarító duplával behozott még 3 pontot, és hát ez meg is pecsételte a sorsát a mérkőzésnek. Utána Glenn Otto volt, aki dobta a 9. nálunk. Sétával kezdett, sétáltatta Tyler White-ot, onnantól viszont megcsinált 3 sima autót, közte 2 K-t. DS, érzed, hogy ez a klasszikus volt. Egy fél órával ezelőtt bemondtuk, hogy ezeket a játékosokat mind leküldték a kis ligás edzőtáborba. Ugye szokás idegenben még azért őket küldeni busszal. Igen. De az előbb gyakorlatilag az összes nevet, amit most mondtál, említettük, hogy amúgy igen, a kisligás edzőtáborba küldtük. Így. Ez tavaly vagy tavaly előtt is megtréfált a Yankees Hungary-n, hogy kiírtuk, hogy nem is tudom kicsodát leküldtünk, majd győztes pontot ütött. Következő meccsen ütött a győztes ütést.
Dobók közül még, akikről nem beszéltünk, vagy csak részlegesen, ugye Nick Nelson volt, akinél befejeztük, ő utána még egy outot csinált, és így végül is 4 out, 1 találat és 2 strikeout került a neve mellé. Utána Nick Goody volt, aki a maradék 2 kiejtést megcsinálta ott a 8. 2 sétát engedett, és 1 strikeoutot osztott ki, valamint ugye Glenn Otto volt, aki befejezte 1 sétával és 2 K-val a 9. Nálam megdável az ember, tehát így ez az együttés 3 pont. Hát ő igen, ő jól időzített mondhatni. És akkor ezzel a győzelemmel egyébként, hogyha minden igaz, akkor 9 győzelemmel és 4 vereséggel, valamint 1 döntetlennel áll a csapat. És hát a Miami mögött a második a Grapefruit Ligában, de úgy, hogy a Miami összesen játszott 7 meccset, 5 győzelem, 2 vereség, és ugye a győzelem-vereség mutatójuk az jobb, illetve az átlaguk az jobb így, mint a Yankeesnek, de hát a Yankeesnek több győzelme van, mint amit a Miami lejátszott meccseket összesen, tehát... Szerintem ők sokat döntetleneztek, nem? Elképzelhető, mert azt itt ugye nem mutatja standingsben az MLB oldala. Minden esetre eddig egész jól alakul ez a tavasz, így eredmény szempontjából is, nem mint hogyha ennek lenne bármilyen fontosabb jelentősége, csak nekünk jobb érzés egy picit. No de lám, hol tudjátok hallgatni a podcastet? Eljött ez a pillanat is. Spotify-on vagyunk elérhetőek. Elsősorban mindig ezt javasoljuk, hiszen ez talán a legnépszerűbb. Apple Podcast-en is megtaláltok minket, Google Podcast-en is megtaláltok minket, Anchor.fm-en is megtaláltok minket, Pocket Cast-on is megtaláltok minket, hogyha valaki használja. Természetesen a YouTube-ra is felkerülünk videóformájába a csatornánkra. Ez valószínűleg ilyen holnap délután lesz esedékes, illetve hát a ugye hétfőn, tehát hogy a holnap az nekünk hétfő, tehát hogy a hétfői nap folyamán fog felkerülni a különböző platformokra, tehát a Spotify-ra, meg a többire a podcast, úgyhogy most egy kis türelmet kérek, hosszú hétvége van, ezt igyekszem én is kihasználni, de ezeken a fórumokon mondjuk elérhetőek. Így van, és szokásos módon tisztelettel kérünk mindenkit, hogyha eddig nem tette meg, akkor kövesse a Yankee házat, kövesse a New York Yankees Hungry-t Facebookon, illetve nyugodtan olvasni. Erős az öntömnyi szag. Igen, szenteknek is maga felé hajlik a kezük. És olvasgassátok a régebbi cikkeket a Yankee házán, hogyha van kedvetek, és még nem tettétek ezt meg. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és hát éljen a forradalom, hogyha holnap hallgattok minket. Kicsit ilyen, kicsit mint a háborúba indulná. Ez lesz az új záró mottónk, éljen a forradalom. Viva la revolución. Ja, tényleg? Így pontosan. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, sziasztok. Köszönjük, hogy hallgattatok, én megyek most pizzázni. Sziasztok. Köszönjük. And here's a drive to left. It's mighty high. It's mighty far. And good night.